2021. október 9-én megrendezték a második kistarcsai kószáló elnevezésű városi sétát. A túrát a Kistarcsai Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár szervezte. A rajt és a cél az ifjúságtéren volt. A csapatok nem egyszerre indultak, hanem a délelőtt folyamán, regisztráció után mindenki a saját tempójában. Tavaly év folyamán találtuk ki ezt a rendezvényt az őszi időszakra, hiszen a Covid helyzet miatt nagyon sok rendezvényünk elmaradt, és pont az október elején volt még egy olyan lehetőség, hogy szabad téren lehet rendezni rendezvényt, és ennek végül is az a lényege, hogy nem gyülekezünk sokan sok helyen, hiszen regisztrálás után elindultak a résztvevők, és körbesételták a város egy részét, és idei évben is ugyanezt történt. Regisztráltak, és teljesen más útvonalon, mint a tavalyi évben, de egy játékos feladatsor keretében bejárják a Kistarcsának egy újabb részét. A túraútvonal a tavalyitól eltérő, de a rendezők által készített térkép alapján könnyedén követhető volt. A séta 5 pontján játékos feladatok, ügyességi játékok, rejtvények várták a résztvevőket. Az őszi kincsvadászathoz egy gyűjtőlapot kaptak a túrázók, melyre különböző terméseket és egyéb növényi részeket kellett felragasztaniuk. Ebben az évben 5 állomáson halad végig a túraútvonal, az ifjúságtérről indul és ide is tér vissza, és ezeken az állomásokon vannak játékos kvíz feladatok, vannak ügyességi feladatok, illetve van egy az utolsó állomáson egy rajzolós feladat. A második kistarcsai kószálon csak úgy, mint a tavalyi évben elsősorban családok, baráti társaságok vettek részt. Célba érkezéskor a szervezők meg is vendégelték a túrázó csapatokat. Ugyanúgy mentek a sétátok során, keressetek olyan őszi... Alapvetően családoknak, illetve baráti társaságoknak szántuk ezt a rendezvényt. Ez így is sikerült a tavalyi év folyamán, és idén is inkább családos csapatok vagy baráti társaságok indultak el. Mindenki, aki részt vesz ezen az eseményen, amikor beérkezik a célba, akkor egy oklevelet kap, hogy ő ezt a túrát teljesítette, és mint minden túránkon zsíros kenyérrel, és most mivel hideg van, ezért tejával várjuk a kis csapatokat.